A Széchenyi 2020 keretében Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben immáron harmadik alkalommal került sor foglalkoztatási kerekasztal beszélgetésre a Kalocsai Család és Karrierpont szervezésében. Az október 9-i üzleti reggeli vendégeit dr. Bálint József polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy egy példaértékű pályázatról van szó, amire jövőt lehet építeni. Én azt kívánom, hogy ez a projekt most már a második év után ami eddig sikeres volt, azt őrizze meg a sikeres részeit, és még fejleszték is a harmadik év lezárával, lezárásával értékeljük úgy majd a projektet, hogy sikeres projekt volt, és ha más nem, szemléletváltást hozott. Kalocsa térségében. A köszöntő után az első szakmai bemutatót német Melinda tartotta a CET Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. képviseletében. A feladatunk gyakorlatilag Magyarországon az exportképes vállalkozásoknak a felkutatása és az ő támogatásuk. Megkeressük azokat a magyar érdekeltségű partnereket, mind Magyarországon, mind a határon túl, akiknek tudunk segíteni. A folytatásban a résztvevők megismerhették a helyi TDM szervezet működését, illetve aktuális feladatait és új arculatát. Főtevékenységünk ugye Teaur szerint a szakmai érdekképviselet, ami így nagyon szépen hangzik. A valóság az, hogy ez sokkal nehezebb témakör, mint ahogy az ember elsőre gondolná. Ugye az elsődleges szempont a TDM szervezetek létrehozásakor, még Lengyel Mátom professzor nevéhez fűződik ez a, ennek a kidolgozása, illetve az ő csapatához, hogy ez egy alulról építkező szervezet legyen, ami saját területükön élő és dolgozó turisztikában érintett önkormányzatok, vállalkozók, szervezetek hozzák létre azt a szervezetet, ami, amiben ők együtt akarnak működni. A szakmai bemutatók után a résztvevők egy kötetlen beszélgetés és formájában megoszthatták egymással tapasztalataikat, és építhették tovább kapcsolataikat.